Sziasztok! Kell Mági vagyok, unikornis mániás, és ma egy gigantikus unikornis gyűjteményes videóval készültem nektek. Az előző unikornis gyűjteményes videóm óta brutál sok unikornisos cucc került be a gyűjteményembe, és arra gondoltam, hogy most részletesen megmutatom nektek az összeset. Készítsétek az unikornisos bögréket a szivárvány színű itókákkal, és nézzétek végig az egész gyűjteményemet. Amit először is tudni kell rólam, az az, hogy én a Zenzero webshop tulajdonosa vagyok, és mivel, hogy van egy webshopom, ezért egy csomó unikornisos termék is van a webshopban. Ez a nyaklánc, ami a nyakamban van, semmi unikornisos nincs rajta, viszont ez egy aura kvarc medál, és ilyen türkizes, lilás színjátszó. Imádom, és szerintem ennél unikornisosabb tárgyam soha nem lesz, annak ellenére, hogy semmi nincs rárajzolva, és semmilyen egyéb cucc nincs rajta. Az ásványos ékszereken kívül az elmúlt években elég sok más unikornisos cucc is felkerült a webshopba, például kulcstartók. Nagyon szeretem ezeket a simis, flitteres kis unikulcstartókat, rózsaszín, az sürkévé simizhető, illetve van ilyen szivárvány színű is. Ezek egyébként táskadísznek is jók, szóval, hogyha nem kulcstartóként akarod hordani, akkor akár kívülről is ráakaszthatod a kedvenc táskádra őket. Illetve vannak ilyen szőrös kulcstartók is mindenféle színekben, majd mindent lelinkelek, és akkor meg tudjátok nézni, meg tudjátok rendelni. Az egyik nagy kedvencem egyébként, ez egy unikornis fej formájú gyöngytartó doboz. Az a lényege, hogy sok pici kis dobozka van benne, és ilyen nagyon apró kis cuccaidat bele tudod pakolni, és jó alaposan le lehet zárni, és akkor nem vesznek el. Szóval ez egy ilyen kis cuki dobozka, minden kislánynak nagyon jól jöhet, akinek sok kis apró cuccocskája van, gyöngyök, vagy bármilyen más csecsebecse. Természetesen rengeteg papírárú is van, akár ilyen füzetborítók, meg mindenféle füzetek, ezek a Lollipop a márkától vannak, akik biztosítják nekem az utánpótlást, és rengeteg mintával van. Van ez a kék, aminek ilyen szivárvány színű, az unikornisnak a sörénye, aztán van ilyen lila, ahol csak egy kis feje látszik, akkor van a fehér, ez hasonlít a kékre egyébként, csak fehér háttérre, és hát természetesen, és mindenféle formátumban, kis notes, füzet, emlékkönyv, és természetesen a menta színű, nekem ez a legnagyobb kedvencem, ami lila és menta kombináció, hát nem is én lennék, hanem ez lenne a kedvencem. Szóval, ha az iskolába, vagy a jegyzeteidbe unikornisos hangulatot szeretnél csempészni, akkor is nézd meg a webshopot, ott találsz egy csomó ilyesmit is. És természetesen van olyan nyaklánc is, ami ilyen kis pici unikornisokat tartalmaz. Ez most egy ilyen Best Friends Forever mintájú. Ez azt jelenti, hogy egy szedben két nyaklánc van, tehát neked és a legjobb barátnődnek, és közösen hordhatjátok. Ez egyébként nem ásványos, hanem ilyen műgyantából készült. És most áttérnék a ruhadarabokra, mert természetesen unikornis mániásnak szüksége van unikornisos ruhadarabokra, ugye? Itt van például ez a blúz, amit direkt azért vettem meg, hogy bulikba mehessek benne, meg jelmezbálba, meg unikornisos videókat vehessek fel benne. De itt van például ez a fantasztikus kedvenc hátizsákom, ami egy ilyen jeanbag-szerűen ilyen összehúzós hátizsák, de van benne zseb, és egy holografikus unikornis fej van rajta. Ez az Ezubeg márkától származik. Zseniális a csaj, eszméletlen jó hátizsákokat csinál, úgyhogy mindenképpen ajánlom, ha egy jó, praktikus táskára van szükséged, hihetetlen mintákkal, színekkel, tényleg nem lehet leállni, olyan jókat csinál, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg az Ezubex oldalt. Az első unikornisos pólóm,
ez a mágikus, univerzumos, unicorn is volt, ez a Life is a T-shirt márkától, valami egy magyar márka, ők tervezik a mintákat, aztán valahol távol-keleten gyártatják a pólókat, de olyan szintű mintakavalkád van náluk, hogy nem lehet szintén abba hagyni a válogatást. Aztán van itt egy ilyen zarás, amin ilyen sok-sok unikorn is van, ezt igazából annyira nem nagyon vagyok oda ezért a pólóért, de itthonra azért mindig feldob, ha valami kis unikornisos cucc van rajtam, igazából a szabásával van baj, hogy nekem nagyon rövidre van szabva. És még egy magyar gyártó, ők is maguk tervezik a mintákat, és hát természetesen proud to be a unicorn, azaz nagyon büszke vagyok arra, hogy unicorn is lehetek, imádom az unicornisos cuccokat, ha mindig ha rossz kedvem van, akkor ilyen pólókat szoktam hordani. És természetesen pizsamám is van, mert miért ne lenne, ez a Reserved-ből van, és hát ez nem egy igazi unicorn is, hanem egy catty-corn, vagy minek nevezzem, egy unicornis szarvas szivárvány színű cicafej, amit annyira imádok, és olyan kényelmes, nagyon szeretek benne aludni, mert ez a rávasalhatom, mint a nem él külön életet, nem keményedett meg, hanem ilyen tök kényelmes. Úgyhogy, ha unicornis mintás pólókat vagy ruhadarabokat kerestek, akkor nézzétek meg ezeket a beszerzési lelőhelyeket. Unikornisok vannak a fürdőszobában is, a Bomb Cosmeticsnek már elég régóta van unikornisos fürdőbombája. A kis kellemes illatú, annyira nem extra, de nagyon jó pofa. Illetve, amivel nekem az egész unikornis mánia annó elindult 2 éve, ezek a Balayage tusfürdők, gondolom mindenki, aki szereti az unikornisokat, emlékszik rá. Én tökre sajnálom, hogy már nem gyártják őket. Nagyon jó kis édes illatuk volt, és én nagyon szerettem őket, amíg el nem fogytak. Emlékszem, hogy mennyit vadáztam, mire sikerült beszerezni. És hát, unikornisos zsepi, az nem maradhat ki a táskámból, annyira cukik és jópofák, és tök jó érzés belefújni az orromat. És hát, na, unikornisos WC-papír is, bár ezt annyira nem szeretem mutogatni, hát unikornisos WC-papír. Miért ne? Nem? Egy időben Lars is csinált ilyen unikornis szarv formájú fürdőbombát. Én ezt elraktam, ez egy régebbi példány, azt hiszem, hogy így télen szokott lenni. Ez is ilyen nagyon jó pofa kis ajándék is lehet akár barátnőnek, vagy valakinek, aki mániákusan szeret fürdeni az unikornis illatban. Természetesen a háztartásból sem maradhatnak ki az unikornisok, rengeteg helyen rengetegféle unikornisos bögrét lehet venni, illetve ez még egy nagy kedvencem, az unikornisos hűtőmágnesem, azt írja rajta, hogy make your own magic, nekem ez az én kis jelmondatom, hogy saját magadnak teremted meg a saját mágiádat, és ez engem mindig arra emlékeztet, hogy hova tartok és mit akarok, és hogy képes vagyok megcsinálni. Szóval ilyen kis apró tárgyakban is rengeteg mindent bele lehet látni, szerintem, és én ezért imádom az unikornisos tárgyakat. Egyébként van egy ilyen párbenkem is, ami unikornis fejformájú, de hát igazából soha nem szoktam magammal vinni, lévén, hogy nagyon nehéz, de minden esetre nagyon cuki, és tök jól mutat az íróasztalomon, időnként rámosolygok, hogy hello! Természetesen a sminkgyártók is felfigyeltek az unikornis mániára. A Pink Pandán rengeteg ilyen ecsetkészletet lehet venni, amelyek ilyen különböző unikornis szarvakra emlékeztetnek, mert érdekes módon engem ez nem annyira a színeim, sötét színei miatt az unikornisokra emlékeztet, hanem inkább valami tengeri élőlényre, de minden esetre tök jól néznek ki ezek az ecsetek, és tök jól mutatnak, ha például így a fürdőszobába kiteszed őket. Ez egy régebbi Revolution paletta, az a neve, hogy Mermaids vs. Unicorns, és igazából szerintem ez inkább mermaides, tehát inkább sellős színpaletta, egy kicsit sötétek benne a színek. Most is ezzel sminkeltem ki,
de nekem egy kicsit túl erősek és túl pigmentáltak ahhoz a sötét színek, hogy igazán úgy minden nap használni tudjam. Körömlakkokat is lehet, unikornisosakat venni, én nagyon szeretem azokat a fedőlakkokat, amelyek átlátszók, de van bennük egy kis csillám, vagy egy kicsit nagyobb csillám. Ezek igazából így nem annyira színesek, tehát mindig teszek alá egy színes lakkot két rétegben, és utána jön rá a fedőlak, ami egy kis csillogást ad a körmömnek. Ezek a körömlakok a Claire's-ből vannak, de egyébként ilyen típusú fedőlakokat elég sok márka készít. Igazából nekem minden unikornisos, ami ilyen holografikus, itt van például ez a Catrice Rouge, ami ilyen kellemesen lilás csillogó, most ez van a számon, szerintem nagyon izgalmas, jó árnyalata van, bár szintén néha úgy érzem, hogy nekem ez egy kicsit sötét az én színeimhez. Az az igazság, hogy a legtöbb sminktermék, ami unikornisos, az valamilyen típusú highlighter. Itt van például ez az I Love Makeup, amit szintén a Pink Pandáról rendeltem, ez a Unicorn's Heart nevű highlighter, ilyen szivárvány színű, de őszintén szólva én ezt inkább szemhéjra használom, mint arcra. Én nem vagyok egy nagy highlighteres, de ugyanúgy megvettem ezt a Revolutionnek ezt a folyékony highlighterét, ami egy Unicorn Elixir szín, és gyönyörűen csillog a csomagolása, és természetesen a belseje is ilyen nagyon erősen csillogó arcfestéke. Aztán természetesen a rúzsok meg szájfények között is rengeteg holó árnyalat akad, úgyhogy szerintem kb. Bármelyik márkánál be tudjátok szerezni azt az unikornisos stílusú sminkhez szükséges felszerelést, hogyha jelmezbárba, gondolom hétköznap azért nem sokan mászkáltak így az utcán, hogy egy videó erejéig így kisminkelnétek magatokat. És hát amit én még így utoljára akartam mutatni, igazából ez már a vicc kategóriája szerintem, szóval most már gyakorlatilag mindenre rárakják az unikornis, csak hogy el lehessen adni, és ezek például ilyen ízesített italok, igazából Ausztriába vettem őket, de nem mertem megkóstolni, banános meg epres ilyen cucc, de igazából annyira cuki és jópofa csomagolása, hogy azt hittem, hogy muszáj beszereznem, de aztán rájöttem, hogy annyira azért mégsem kívánom ezeket a műízeket, úgyhogy így eltettem emlékbe meg fotózás háttérnek, illetve hát ahogy mondom, most már mindenre rá van téve az unikornis. Ez egy perc cukorka, amin egy Hello Kitty lovagol egy unikornison, és azt hiszem, ez lenne a tökéletes végszó. A mi unikornis mániások ugyanis mindent elfogadunk, és minden legyen bármi, csak legyen unikornisos, de úgy érzem, hogy egy kicsit kezd így túlnőni ez az egész történet rajtunk. És akik meg kívülállók, azok egy csomószor nem értik, hogy mi ez a nagy mániákus gyűjtögetés. Úgyhogy kérlek, írjátok meg a kommentben, hogy ti mennyire vagytok mániákus unikornisosok, unikornis gyűjtők, illetve hogy eljött-e már az a pont, amikor így inkább leálltok, és már úgy érzitek, hogy elég volt. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!